Ja, ezzel is régültem le. Lesznek is ebből problémák. Hölgyeim és uraim, örülök a viszontlátásnak. A képernyőtökön a Kerbal Space Program látható. Kezdeném egy valomással. Utálom ezeket a videókat. Oké, nem pofázni, nem. Na persze, a pofázásra semmi problémám nincsen, mint ugyanazt gondolom, hogy alható, sajnos. Nézni utálom ezeket a videókat. Jellemzően, amikor fölmegyek YouTube-ra, ennék valamit, csak fetrengek az ágyba, vagy bármi ilyesmi van, kikapcsolódni szeretnék, látni szeretnék valami játékvideót, és nem nagyon érdekelnek általában véve az egyes youtuberek szociális problémái. Viszont mivel több Facebook megkeresést is kaptam ebben a kérdéskörben, és azt hiszem, hogy tartozom nektek legalább ennyi magyarázattal, ezért készül el a videó. Azért, hogy ne húzzam fölöslegesen az időtöket, tehát miért nem volt eddig a csatornán videó az elmúlt időszakban? Azért, mert a megváltozott életkörülményeim nem tették azt lehetővé, hogy nektek ezeket a videókat elkészítsem. Tervezem-e lezárni a csatornát? Nem. Szeretnék-e még videókat készíteni? Igen. Tudok-e a belátható jövőben videókat készíteni nektek? Úgy gondolom, hogy nem. Amennyiben videókat fogtok látni a csatornán, a belátható jövőben, most ez ugye per definíció nem mi, az passz, az feltehetőleg nagyon hasonlítani fog ehhez, tehát csak ugye semmiből előkerülő pillanatnyi hülyeség. Elnézéseket kérem ezért, ez ellen jelenleg nem tudok mit tenni. És a lényeg ennyi volt, tehát hogyha ennyire voltatok kíváncsiak, akkor én meg is köszönném a figyelmeteket, és nyugodtan nézzetek el valamilyen produktívabb tájak felé. Amennyiben valamilyen érthetetlen ok miatt továbbra is itt maradnátok, legyetek a vendégeim. Tehát még egyszer Kerbal Space Program, nagyon régóta nem játszottam ezzel, úgyhogy ennek megfelelő is lesz mind a kommentár, mind a játékmenet. Talán először kezdjük azzal, hogy milyen küldetéseink vannak. Tehát egy Orbital Station-t kéne Kerbin körül felépíteni, az talán most egy kicsikét nagy fa lenne a fejszínnek. Position a satellite, a specific round orbiter of Minmas Explorer EV. Ez alatt mit értünk? Ja, aha, be kell lépni az atmoszférába, és bele kéne csobbanni egy tengerbe. Úgy emlékszem, hogy több szondát is küldtem már az EV-re, de egyik sem találta telibe a tengereit, mindegyik szárazföldi landolást hajtott végre, és végül position satellite in a tundra orbit around Minmas. Melyiket csináljuk meg? Tundra az ugye mondjuk úgy észak-déli? Ezekkel a terminus technikusokkal nem vagyok tisztában. Mindegy, próbálkozunk ezzel, ez egy csillagos kis küldetés, óriási problémákat nem jelenthet. Mire volna szükségünk? Antenna can generate power, az eléggé magától értetődő. Magától értett, tehát tulajdonképpen semmi. Mindössze egy szonda legyen és kész, oké. Ezen pedig szükségünk lenne egy gyorsulásmérőre és egy magnetométer antennára. Oké, menjünk ezzel. Tehát el kéne érnünk a Minmust, és egy kutyaközönséges teszkogazdaságos szatellitet kéne pályára állítanunk az arcában. Még az is lehet, hogy ezt meg fogjuk tudni úgy csinálni, hogy nem robbanunk fel közbe, de nem ígérek semmit. Szóval egy kis kifejtés azok számára, akik ennél egy fokkal jobban érdeklődnek valamilyen oknál fogva a dolgok iránt. Nem titok, hogy eddig tehát a Bikás Parknál laktam, ami nagyon kényelmes és kellemes volt az arcomnak. Már csak azért is, mert egyrészt a környék elég jó volt, másrészt pedig saját szobám volt. A probléma az volt, hogy az elmúlt időszakban a bérlőm átlagosan mintegy, hát most hasamra ütök, 3-5 ezer forinttal per év emelte a bérleti díjat. Ami, hát az alkupozíciómtól függően tudtam ezt leverekedni, vagy nem verekedni le. Hogy ezt a rakétát fel tudnám egyébként használni? Ezt próbát lehet, hogy megér. És éppen milyen szatellit van rajta? Tehát ez itt egy relay antenna, az még akár hasznos is lehet, van rajta egy... mi vagy te? Jó íg a megmondhatója. Mondjuk azt hiszem, hogy a beállításaim is valami kicsit el vannak cseszve, szóval nem világos előttem, hogy... Ennek elvileg kéne hozni egy túltipet. Miért nem hoz egy túltipet? Tool place rotate... Jó, ne foglalkozzunk vele, ne tegyek fel kérdéseket, amiket nem fogok tudni megválaszolni. Erre voltam kíváncsi, tehát ez a magnetometer boom. Ez vajon mennyibe kerül?
teljesen mindegy, mennyibe kerül, valószínűleg nem lesz rá szükségünk. De felőlem maradhat pénzünk, van rá, ugye, mennyi pénzünk van rá? 740 ezer, mennyibe kerül a rakettal, mint egy 40 ezerbe. Tehát nem egy nagy vasszis, azt az úgy emlékszem, hogy egy napelem. Ajá. Elnézést, elnézést, fotovoltaikus panel. Én mondjuk az az ember, aki napelemeket tanult vizsgai professzornál, szóval legalább csináljak úgy, mint aki ért hozzá, holott barabira nem. Ezt vissza szeretném dobni. Tehát folyamatosan emelt a főbérlőm, ami az albérlet árakat illeti, ez valahol egy ideig magyarázható is volt, azonban most, hogy beütött a Covid, kapott egy kis lakásválságot a piac. Mindenkinek a lehetőségei beszűkültek, közte az enyém is. Ez azért egy kicsit kellemetlenül érintett, és ez volt az utolsó pont. Egyébként már egy-két évvel ezelőtt gondolkodtam azon, hogy váltok egy helyet, csak nagyon konformista vagyok minden szempontból, ilyen szempontból is egyébként. Tulajdonképpen ez volt az utolsó csepp a pohárban, és elhatároztam, hogy bevállalom ezt a visszalépést. Nevezzük nevén a dolgokat. És elköltöztem a Mester utcába, nevezetesen egy, gyakorlatilag úgy tudjátok elképzelni, mint egy egyetemi kollégiumi szobát, tehát egy szaktársam mellé egy szobában, tehát most már ketten lakunk egy szobában, ami a havi költségeimen azért elég masszívan meglátszik, tehát mint egy 25 ezer forinttal kevesebbet fizetek per hónap, ami azért érthető, hogy milyen egyébként nem titok most tényleg, hogyha mondjuk esetleg tovább tanulnátok Budapesten, vagy ilyesmi, bármilyen oknál fogva, ezt kapcsoljunk, úgy emlékszem, ez micsoda? Még egyszer, Togler CS, arra nincsen szükségünk. Jó. Kakaót neki, mehetünk. Azt sem tudom egyébként, hogy hova, mint musz. Valahova, de. Tehát nem titok, információs jelleggel megosztom, hogy az utolsó ajánlata a főbérlőmnek, amire végképp fölhúztam az agyamat. Tehát még egyszer egy szoba, hárman laktunk az albérletben, és Bikás Park, 70, mennyi volt? Fú, 75 ezer forint, azt hiszem, 75 ezer forint, valahogy így. Vagy hülyeséget beszélek? Azt hiszem, hogy valahogy, valami ilyesmi magasságában volt a történet. És amikor nagyjából a komplett albérlet azt mondta, hogy na jó, ne szórakozunk és fölálltunk, akkor elkezdett velünk alkudozni. Szia! És hajlandó lett volna lemenni egészen 68 ezer forintig. Na most a jelenlegi helyemen 45 plusz rezsi harmadát, negyedét fizetem, úgy emlékszem. Negyedét, igen. Tehát érthető, hogy mi volt az a végső pont, ami betette a kaput. Most ennek a YouTube szempontjából, tényleg csak azért mondtam el, hogyha mondjuk esetleg van olyan hallgatóm, aki Budapestre menne tanulni, esetleg nem nyert felvételt kollégiumba, akkor lásson egy árat. Nyilván fölmentek az internetre és listázátok az albérleteket, de tehát legyen egy ilyen szempont is fenn, miért is ne. Úgyis mindenféle értelmetlen retardációkról beszélek folyamatosan, tehát még egy értelmetlen retardáció ilyen szempontból nem oszt, nem szoroz. Szóval ennek megvan az a negatív hozadéka viszont ugye, hogy nem magam vagyok, és amennyiben másoktól elvárom azt, hogy az én köreimet ne zavarják. Most ilyen alapvető dolgokról beszélünk, hogy például használjanak fejhallgatót, akkor másik oldalról is teljesen kézlábelvelés az, hogy mondjuk a napjaimat ne azzal töltsem, hogy egy mikrofonba pofázok órákat. Tehát röviden és tömören napjaim nagy részében emiatt ezt nem tudom megtenni, meg úgy egyébként sem nagyon. Tehát jelenleg itt tartunk, és még nem igazán látom, hogy ez miben fog változni? Ó, ezt majdnem elcsesztük itt, ezt a cowlingot is dobjuk lejjebb egy fokozattal, és ledobhatjuk, tehát az aerodinamikai kúpot is magunkról. 135 kilométeren vagyunk, már jóval lejjebb is ezt a lépést megtehettem volna, ugyanis van egy olyan pont, nem tudom egyébként, hogy hány méter magasan, most a tengerszint feletti magasságról beszélünk, ahol az aerodinamikai fékező hatás az már annyira vékony a kevéssé sűrű a légkör, hogy hiába van technikailag még légkör, az aerodinamikai fékező hatás az kisebb, mint az a súly, az a többes súly, amit a kúp jelent, amit tovább kéne magunkkal vinnünk.
Szóval már lejjebb is érdemes lett volna ledobni a kupot, ezt akartam csak kihozni az egészből. Dobjuk le már ezt a tolóerőt, ugyanis a gravitációs forduló csúnyán elcsesztem. Túl magasan vagyunk a kerületi irányú sebességvektorunk az viszont nem elegendő. Elnézést kérek. És ezért nem zuhanunk eléggé gyorsan érintőleges irányban. Ezen úgy fogunk segíteni, hogy ide fogjuk dobni egy időgyorsítással a kis cuccunkat, és nagyjából az apoapszis környékén, hát nem leszünk nagyon kényesek erre, de begyújtjuk a rokettákat, és kérek egy manőver módot, amire figyelnünk kell, az a periapszis érték. Amennyiben ez negatívból átfordul pozitívba, akkor ez azt jelenti, hogy ezt igazából meg tudom nektek mutatni. Tehát amint ez a szám itt, amennyiben nem lennétek ismertek az űrdinamikában, tehát amint ez a szám átfordul itt, ez azt jelenti, hogy a tengerszint feletti null magasság fölé kerül az ellenkező pozíciónk. A periapszis az a legalacsonyabb pontja az orbitális pályánknak, az apoapszis pedig a legmagasabb. És amint egy olyan 80 km fölé kúszik ez az érték, ez azt jelenti, hogy elhagyjuk a légkört, tehát már nem kell a légkör fékező hatásával számolnunk, elméletileg tehát a pályánk stabil. Tök jó. A jó Istenbe megyünk egyébként. Még egyszer. A Moonra, ugye? Nem a Mimusra. Ja, oké. Sikerült fellőnöm úgy egy műholdat, hogy igazából nem vagyok teljesen képben azzal, hogy mi a jó Istent is kell csinálni ezzel. Ráadásul azt is elhanyagoltam, hogy egy sokkal fejlettebb modulra kicseréljem a műholdat magát. Ez olyan szempontból szívás, hogy már feladottam olyan műholdakat, amelyek, nevezük egyszerűen a gyereket, robotpilótával rendelkeznek, míg ez a ruszki hulladék, ez semmiféle ilyen robotpilótával nem rendelkezik. Szerintem az egyetlen SAS mód, amit tud, az a Stability Assist, ami azt jelenti, hogy tartja az adott orientációt az űrjárművünk. De nem tudok például sem érintőleges, tehát tangenciális pályát beállítani, semmilyen retrográd pályát beállítani, abszolút semmit. Nem, hogy mondjuk célpontkövetés, vagy bármi hasonló komplikáltabb műveleteket, szóval mindent kénytelen leszek kézzel csinálni. Erről most eszembe jutott egy nagyon illetlen poén, de talán nem menjünk el oda. Oké, még egyszer, tehát Minmuszt kéne valahogy elérnünk, ami ott van, ezt beállítjuk targetként, és kérünk ide egy manőver node-ot, és az érintő irányú sebességünket már is elcsesztem, akartam megnövelni, mert ez a szar egy másik kergési síkban van. Ups. Persze, miért is legyen egyszerű az élet. Egyébként látjátok, ecce homo. Én mindössze arról akartam beszélni nektek, hogy miért nincs videó a csatornán, erre elkezdtünk Kerbal Space programot játszani. Még nem tudom, hogy mit vártam nyilván, tehát az ember lelő a KSP elé, és majd úgy gondolja, hogy nem fog KSP-t játszani, ez nem egy értelmezhető elvárás. Na jó, tehát akkor csipjük meg mondjuk a Descending Node-ot, és kezdjük el a pályánkat dönteni. Most tartunk mínusz 2 foknál, mínusz 0,2. Finoman, mert nem tudom, ezzel a UI-jal folyamatosan küzdök, és amint az egér görgőm megszalad, emberállat pusztul, felrobban a földgolyó, minden elhullik, mindenki meghal. Tehát, mintha lovat hágnánk, olyan finoman kell ezeket a beállításokat végezni. Mondjuk itt is van elvileg egy olyan opció, amivel tudom, igen, ezt el tudtam volna végezni innen is, de most ez nem számít. Szóval most a Descending Node-ra rámutatva az egérre láthatjuk, hogy 0-0 fok, ami a két orbitális pályának a síkja közti eltérést jelenti. Ez a 0-0, ez nem tökéletesen nulla értelemszerűen, tehát mondjuk szög másodpercekben lehetnek differenciák, de ezzel
igazán senki nem fog foglalkozni. Itt láthatjuk azt, hogy 212 méter per szekundum deltavét kell belefektetnünk ebbe a manőverbe. Amint összeszedem a gondolataimat, majd azt is megpróbálom elmondani, hogy az mit is jelent. Azonban először is álljunk irányba, és szerintem nem ebbe az irányba. Hol van a target? Nem, a már ellen irányba. Így van, ezt a nódot kell itt megcsípnem. Oké, okay. Tehát ami most történni fog az az, hogy amint elérjük a keringésünknek ezt a pontját, hol látom azt? Azt hiszem, hogy azt ott. Nem, tehát ezt itt a manőver nódot, ami felettébb érdekes, mert itt látom a descending nódot. Ja persze azért, mert a manőver utáni állapotot mutatja ezt. Oké. Okay. Tehát amint elérjük ezt a pontot, mondjuk úgy, hogy a pálya síkjából egy fölfelé mutató normál irányú vektorra fogunk adni egy sebességimpulzust tulajdonképpen. Ez a sebességváltozás, ez 212 méter per szekundum lesz, ezt lát tudjátok váltani kilométer per órába, 3,6 a váltószám. És általában azért ezzel a sebesség differenciával szórakozunk, mert attól függően, hogy milyen tömegű az űrjárművünk, más és más mennyiségű energiát kell kinyomnunk tolóerővel. Ami még bonyolítja a helyzetet, az az, hogy ahogyan folyamatosan égetjük az üzemanyagunkat a rakétával tulajdonképpen, a fogyó üzemanyag miatt a tömeg folyamatosan változik. Szóval, hogyha most tegyük fel azt az elméleti esetet, hogy ezt a rakétát itt ugyanazon a tolóerőn tartjuk folyamatosan, akkor a rakétánk az idő elteltével egyre inkább fel fog gyorsulni azért, mert azonos tolóerő egyre kisebb tömeget fog gyorsítani. Szóval ilyen meggondolások alapján is ezt szokták megadni ahhoz, hogy mondjuk egy megadott manővernek tulajdonképpen milyen energiaigénye van. És azért, hogy ne húzzuk az időnket, hol látom a warp to next maneuver, így van. Oké. Okay. Hány másodperc van? Egy perc. Hol vannak az időgyorsítás gombjaim? Megvan. Kettő, egy és gyújtás. Ezt elcsesztem, de nem számít. Ennyi belefér. Oké. Okay. Kicsit több. Jó. Jó lesz. Most lehetne még azzal szórakozni, hogy átállok targetre újra. Ami most valahol történetesen itt van, és egy kicsit még ráégetünk finoman, és majdnem tökéletes. Jó lesz így. Tehát így most már a pályánk, amit a kékkel jelölt részen láthattok, elvileg egybeesik a célpontunk pályájával, ami nem más, mint a minus. Hát elvileg nem bolygó, hanem minek nevezik ezt? Elfogott égítest, tehát a Föld gravitációs mezejébe bekerült, gravitációs kútjába bekerült elfogott égitest, de most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy ez egy hold. Hát azért remélhetőleg senki nem fog rám megharagudni. És mielőtt elfelejtem, mert teljesen biztos vagyok abban, hogy joggal egyébként ki fogtok röhögni, bontsuk már ki ezt a napelemet. Ugyanis rendszeresen bele szoktam futni abba a hibába, hogy például elfordítom az űrjárművet valahogy így. Mit összeszenvedek ezzel? Mentségem legyen mondva, a világűröm egy egyszerű kérdés. Tehát elfordítom például így. Milyen jó, hogy ezzel vesztegetem az idejét mindenkinek. Tehát látjátok, hogy így a napsugarak durván, most nem akarok ennél bővebben foglalkozni ezzel, de látjátok, hogy durván a napsugarak a hajtóművet érik. Ez azért probléma, mert ez így nagyon faszán leárnyékolja a napelemünket. Most még éppen nem, hála az égnek, de azért leárnyékolja a napelemünket. És előfordulhat az is, hogy akár teljes egészében leárnyékolja a napelemünket. Mondjuk így. Látható, hogy blocked. Ami arra mindenképpen jó, hogy így nagyon frankón az electric charge-unk, amelyben vannak működő dolgok, például ez a műhold maga a járművön, akkor mondjuk néhány keringést követően kifogyunk teljes egészében elektromos töltésből, és egy halott teherként
keringjen a föld körül ez a komoly pénzösszegekből fellőtt rakéta. A magának a hajtóműnek van egy elektromos generátor része. A probléma az az, hogyha nincsen töltés egyáltalán ugye a járművön, akkor nem tudunk parancsot adni neki távvezérléssel ahhoz, hogy gyújtsa be a rakétákat azért, hogy töltést generáljon. Tehát ez úgy, ebbe úgy bele szoktam futni, hogy fellövöm a rakétát, és konkrétan kifogyva az akkumulátor. Jó, hát istenkém, senki nem tökéletes most ez. Néhány milliárd dollár összeg, nem egy nagy pénz. Majd lövünk fel egy újat, istenkém, ember, tervez, Isten végez. Igen, egyébként erről jut eszembe, hogy vajon van-e rádió antenna. Igen. Ezt a szart is sikerült fölülnöm úgy, hogy igazából megbíztam a korábbi tervezésemben, és feltételeztem, hogy raktam rá valamilyen antennát. Jellemzően nem kéne megbíznom a saját korábbi önmagamban. Egyébként oké, okay, tehát végre valahára elértük azt, hogy azonos keringési síkban vagyunk a minimusszal, tehát innentől kezdve már csak valami olyasmit kéne megtennünk, hogy egyáltalán elkapjuk. Amit valahogy úgy fogunk megtenni, hogy egész egyszerűen a pályánk megfelelő pontján elindítjuk az égést, és ott látok is egy encountert, tehát egy találkozást. Viszont úgy érzem, hogy szükségtelenül nagy a befektetett sebességünk. Tehát túl sok üzemanyagot égetünk el egyszerűen. Szükségtelen ehhez a manőverhez. Véleményem szerint tehát lehet, hogy csökkenteni kéne. Ráadásul azon is el kéne gondolkozni, hogy vajon milyen pályát kéne megcsípni. Ember meg nem mondja egyébként. Komolyan minimuszra kell mennem? Most már basszus, abban sem vagyok biztos. Minimusz, jó. Elvileg ide kell mennem. Elnézést, hölgyeim, uraim, önök a minimusz járatra váltottak jegyet? Csak azért kérdezem, hogy egész konkrétan hova is kéne mennünk. Igen, ezt kicsit elegánsabban is, azért ennyire elegánsan nem, de egy kicsit elegánsabban is meg tudnánk oldani. Körülbelül így persze, most ezt nagyon nem fogom kicentizni, mert minek. De ez elvileg arra majdnem jó lesz, hogy kis ilyen telibe találjuk a bolygót. Nem számít, nem foglalkozunk ilyen apróságokkal. Egyszerűen beállunk irányba. És elhaladunk a következő manőverpontig. Most még ez az irányvektor, mintha semmiben mutatna, de amint elérünk a szükséges időpillanathoz, látni fogjátok, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a pályánknak egy tangenciás, tehát egy érintő irányú vektora. Amit ez a, bát, mi ez, sárgás-zöld kis szutyok jelez. Még mindig nem tartunk ott, viszont a manőverhez még háta lesz, mint egy 30-20-10 másodperc. És burn time 10, nem látom a monitoromat, 16 másodperc. Szükséges lesz-e fokozatot váltanunk? Nem, ami annál is inkább jó, mert ahogy elnézem, ez az egyetlen fokozat van a rakétán most már. Elég kínos lett volna, hogyha nem tudjuk üzemanyaggal tartani. 15.93 méter per szekundum pontossággal megközelítettük a felvázolt manőverünket, ami pedig azt fogja eredményezni, hogy el fogjuk kapni a minmuszt. Elvileg most már csak egyetlen egy aggodalmam van, hogy elég üzemanyagunk van-e ahhoz, hogy ezt a pályára állást megtegyük. Tehát itt lesz a minimus encounter. Dobjuk ide a gépjárművünket. És láthatjátok, hogy amint közeledünk felé, érkezik a mi jobb oldalunkról. Tehát így a mi jobb oldalunkról. Maga a minimus. Ott. Most azért néz ki ilyen hülyén, hogy ez, mint hogy ez a bal oldalunk lenne, mert valójában a járművünk
elvileg arra felé halad, ha minden igaz. Most, hogyha lenne rendes SZSZ-em, akkor könnyedén be tudnék állni irányba, itt látjuk. Azt hiszem, hogy ez a retrográd irány, tehát ez az ellenirány, ami azt jelenti, hogy amerre most mutat a rakétánk, annak az ellenkező irányába haladunk, tehát errefelé. Errefelé, amerre most a kameránk mutat, zúg előre a rakéta, és ennek megfelelően van a jobb oldalunkon a Minmus. Tehát cseréljük meg ezt az irányt. Istenem, mennyi plusz munkát adtam magamnak ezzel, hogy a régi fajta műholdat nem cseréltem ki ezen a szarom. Ja, egyébként át sem neveztem, tehát most megint föllőttem egy olyan űreszközt, aminek teljesen más a neve, mint amire tulajdonképpen használom. Tehát a listámat megint megtömtem még egy olyan tétellel, amire ránézem, nem fogom tudni, hogy az mi az életet csinál gyakorlatilag. Tehát Minmus Encounter lesz itt. Amint ez megtörténik, láthatjuk azt, hogy a relatív sebességünk, bocsánat, a relatív pályánk módosult, és itt láthatjuk ezt a vonalat itt. Most egyelőre még nem állunk keringési pályán, de ezt meg fogjuk tudni tenni azáltal, hogy egész egyszerű, wow, behúzzuk a kéziféket. Annyira nem kell. Egyelőre elég ennyire. Hát és ez valami embertel munkába fog kerülni. Ó, ember. Ami megnyugtató, hogy itt láthatjátok azt, hogy a fokozatunkban, ami most tulajdonképpen a teljes rakétával ekvivalens, mintegy 1200 méter per szekundum delta V, tulajdonképpen energiát, a mozgási állapotunk megváltoztatására felhasználható energiát tárolunk. Most ez nagyon pongyola persze, hiszen a méter per szekundum az nem egy energia jellegű mértékegység, de most ez könyörgöm, ne buktassatok meg emiatt. És 270 méter per szekundumot kell felhasználnunk ehhez a manőverhez. A Minmus gravitációs mezeje emlékeim szerint elenyésző, ami abból a szempontból jó, hogy a mozgás állapotunk megváltoztatásához, vagy hát nagyon nem kell szórakozni. Nem fogunk egykönnyen belepercelni a Minmusba akkor sem, hogyha aránylag lassúak vagyunk. Kiugrunk a következő manőverhez, tehát... Remélem jól szórakoztok egyébként, én igen, de ez... Nem tudom, hogy a YouTube-on mennyire jön le faszán. Mondjuk nézzünk szembe a tényekkel, az emberek minden szart megnéznek, tehát ez az egyetlen mentségem. Nézzétek például a Magyar Egyet, ugye azt is nézik, de... Okay. Most már elvileg a kamera állás változásából eredően is láthatjuk, hogy... Orbitális pályán vagyunk, de mégpedig olyan pályán, hogy belezuhanunk a... látom már, hogy mi a probléma. Tehát olyannyira lefékeztünk, hogy szerintem megcseréltük a... Igen. Megcseréltük a pályánk irányát. Kínos. Nem számít. Tehát azt néztem, hogy olyan pályán voltunk éppen, hogy nagyon faszán belecsapottunk volna magába az égitestbe, ami nem az igazi. Na, de nem számít. Lépjünk valahol mondjuk ide, pusztán azért, hogy egy kicsit behúzzuk a ségünket. Hello? Ja, persze, le kéne ezt okéznem. Warp here. Na, és ezt hogyan intézzük el? Nézzétek ezt a pályát, ezt a takonyzöld színű pályát kéne valahogy megcsipnünk, ez hatalmas fájdalmaságban. Miért vállalkoztam én erre? Nem, várjunk csak, ezt a pályát is meg lehet csipni, de melyik küldetéshez? Ugye van a Stadler Engineering Corp-nak egy küldetése, és van ez a Tundra pálya, ugye? Jibdiah Kermans, Junkyard and Yadda. Oké, melyik küldetés melyik? Jó, én azt értem, basszus, de melyik küldetés melyik? Note. With minimal deviation, igen.
Minimal deviation. Mi a kettő között a különbség? Ascending node. 270 fok, tehát ez kell, hogy legyen a takonyzöld szín, ami igényli a magnetométert és az etc. jelenlétét. Na most, hogyha ezzel nem foglalkozok, függetlenül attól, hogy szerintem magnetométerünk és gyorsulásmérőnk is van ezen a hulladékon. Ez itt a gyorsulásmérő, accelerométer. De mi ez? Szeizmik? Igen. Mindegy, a technikailag attól még mindig egy gyorsulásmérő. És itt van a magnetométerünk. Ezt a fallikus szimbólumot most nagy kegyesen ki is tolom a magyar űrprogram javára. Tökéletes. A dominanciánkat már is bemutattuk a Minmusznak. És akkor most már csak az az egy feladatom maradt. Elméletileg, hogy valahogy kiválasztom a kettő közül a könnyebb küldetést, mert hát miért szórakozok agymunkával, ugye? Itt kereszteznem kéne a pályámat ezzel, utána beállítanom a dőlésszöget, és azt követően pedig beállítanom a periapszist és az apoapszist. Nem, nekem most ehhez nagyon reggel van. Egyébként nota bene, délután 1:10 írunk, tehát nekem ehhez nagyon reggel van. Ezért aztán inkább azt fogom csinálni, hogy megcsípjük kb. Ezt a pontot itt, és most csak ilyen nagyon parasztosan, tehát feltételezem, hogy mindazok a játékosok, akik ismerik és szeretik a Kerbal Space programot, most nekiálltak nagy mértékben sikoltozni, de sajnálom, most ezt így fogjuk megtenni. Tehát egyszerűen csak szemre beállítottam a pályánkat. Jó. Fölvesszük a normális irányt. És láthatjuk azt is, hogy a manőverünkig 2:40 van még hátra. Ezt az időgyorsítással le fogjuk pörgetni. Időnk az elvileg van, töltésünk az van, még némi monopropellant is van a fedélzeten, hogy mi a jó Istennek, azt nem tudom. De finom hangolásokat a műholdunkon azzal el tudnánk végezni, hogyha nagyon szükséges. A monopropellant az tulajdonképpen egy olyan hajtóanyag, amit egész egyszerűen ezeken a kis fúvókákon lényegében égetés nélkül kidobunk, és ez így a rakéta hatás, vagy a hatás ellen hatás elve alapján fogja a járművünket ide-oda toszogatni. Jellemzően inkább orientációs feladatok elvégzéséhez használják, nem ahhoz, hogy mondjuk pályát módosítsunk durván vele, de ilyen kicsi tömegű cuccnál még akár arra is lehetőség nyílna, különösen ilyen gyenge gravitációs mezőben. Öt másodperc van hátra. 2, 1. Nuggó! Istenem, 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 Istenem. Ekkora barmot, mint én. Ah. Okay, jó, ez, mindegy, ezt kivágjuk, jó? Ezt kivágjuk. Tehát ráadtam a full kakaót, amikor ez nem volt egy nagyon bölcs dolog, elismerem. Mindössze 20 méter per szekundumot kellett volna abszolválnunk, és ez itt pedig egy rohadt nagy Reliant folyékony hajtóanyagú rakétahajtómű. Nem feltétlenül ezekre a finom feladatok elvégzéséhez van fazonírozva, amivel sikerült azt elérnem, hogy a rakétánkat nem hozzáigazítottam ehhez az orbitális pályához, hanem egész egyszerűen így átrúgtam a másik oldalára. Mint hogyha ahelyett, hogy kinyitottam volna az ajtót, egy robbanó töltettel robbantottam volna be, és aztán beléptem volna az ajtón, hogy szia, kedvesem, hazaérte. Klasszikus. Egyébként hát akkor dobjuk le ezt a manőver nódot. Egy pofára jók vagyunk szerintem, tehát most ezzel nem fogunk ennél sokkal többet szarozni. Amire még szükségünk lenne az az, hogy behúzzuk a seggünket. Tehát ennek is biztos van valami nagyon intelligens és okos fizikája, amiről nekem fogalmam sincsen. Most azt én szeretném leszögezni. Annyit megtehetünk, hogy itt az apoapszisba bedobunk egy manőver nódot, és
addig változtatjuk, gyorsítanom vagy lassítanom kell? Egy kicsit gyorsítanom. Addig változtatjuk a pályánkat, amíg el nem érem ezt a pontot itt. Tehát metszem az elérendő pálya periapszisát. Ebben az esetben, hogyha a logikám jó, megtehetjük azt, hogy amit az űrjárművünk ideér a periapszishoz, egyszerűen behúzzuk a kéziféket, és addig fékezünk, amíg a pálya le nem szűkül erre itt, a kijelöltre. Ha ezt sikerülne jól elvégeznem, hát most úgy matematikailag nulla időpillanat alatt, és pontosan ebben a pontban, akkor elvileg megkapnám az előírt pályát. Most ez a gyakorlatban ez nem fog feltétlenül ennyire elegánsan létrejönni, de tegyük meg. Nézzük. Tehát warp here. Sőt, már el is rontottam olyan értelemben, hogy nem warp here, hanem warp to next maneuver. És most egyszerű életem lenne, hogyha nem ezt a teljesen hülye szovjet hulladék műholdat hoztam volna magammal, hanem valami olyat, ami képes épkézláb automatizált manőverek végrehajtására, akkor csak rá kellett volna kattintanom, hogy kérek egy prográd pályát, vagy prográd vektort, bocsánat. És akkor beállt volna erre, így most kénytelen vagyok VLSD-vel kézzel nagyjából besakkozni ezt az irányt. És most kivételesen azért figyelmeztetném önmagamat arra, hogy itt 4/10 méter per szekundumot kéne elérnünk, amihez akár trükközhetnénk is. Tehát most ehhez nem a nagy hajtóművet fogom igénybe venni, hanem bekapcsolom az RCS-t, és elnézést, torkom úgy tűnik, és elvileg tudok olyat csinálni, hogy ahogy a tökéletes. Ezeket a monopropellantot használók is. Passzolom, hogy mi a magyar neve ezeknek a kis pozícionáló hajtóműveknek. De nem a nagy hajtóművet fogom erre igénybe venni, hanem ezeket a kis pozícionáló hajtóműveket, és ezzel is majdnem túlfutottam. Atya úristen, ezeknek alig van valami tolóereje, és így is kis hián elcsesztem a dolgokat, de nem tettem. Aminek pedig az lett az eredménye, hogy a pályametszetem úgy néz ki, amilyennek szeretném, hogy kinézzen. Tehát most az utolsó feladatunk elvileg az lesz, hogy ide is kijelölünk egy új manővert, és szép kényelmesen lehúzzuk ezt a pályát. Nem, tévedtem, ezen még sajnos alakítanunk kell, mégpedig az, hogy el fogjuk fordítani. Tehát egy befelé irányuló vektort is rá fogunk adni. Igen, és még egy kicsit lejjebb húzzuk. Ó, éppen hogyan. Oké. Kicsit visszafelé kérem a pályát. Ezzel azt is megtehetjük, hogy idehozom a kamerát. Hát amennyire lehetséges. És ezekkel a mutatókkal fogok dolgozni. Így valahogy. És a pályát elrakjuk. Körülbelül ez a maximum, amit el tudok érni, hát most ezzel még egy kicsit javíthatunk, de nekem ez így tökéletesen megfelel. Tételezzük fel egyébként, hogy az üzleti partnerünket is meg fogom tudni ezzel a manőverrel győzni, mert hogy ez lesz minden, amit ő kapni fog. Ujjjjjj, érszi, azt gyorsan kapcsoljuk ki, mert különben pillanatokon belül le fog dobni minket a pályáról. Ami most történt tehát az az, hogy ezeket a hajtóműveket kikapcsoltam. Erre azért volt szükségem, mert ez nem csupán szög sebességben szórakozik, hanem el is tolja a járművünket. Ami azért baj, mert aránylag finom pályamozdulatokat kellene végrehajtanom. És hogyha ezek a valami picike hajtóművek próbálják helyezgetni a rakétánkat, akkor könnyen lehet, hogy ez a pályám túlságosan módosul ahhoz, hogy ezeket korrektül meg tudjam oldani. Tehát így most hajtóművek nélkül helyezgetem a rakétát. Kérdezhetnétek, hogy ezt egész konkrétan hogyan tudom megtenni? Egyáltalán, hogyha most szemmel láthatólag semmilyen hajtómű nem működik az eszközünkön. Tökéletes kérdés. Erre van beépítve ez az Advanced Inline Stabilizer, ami elvileg valahol itt is megtalálható, abban az esetben, hogyha lerobbantjuk az alsó részt ezzel a decouplerrel, ugye ez az a decouplerünk, azt hiszem. Nem, bocsánat, ez még a aerodinamikai kúpunkhoz tartozott, de elvileg itt is van egy ilyen, igen, Inline Reaction Wheel. Ezek tulajdonképpen zsiroszkópok, ki hogyan ejti,
Én a zsíroszkóppal megyek majd azért, hogy mindenki röhöghessen a kiejtésemen, hogy gíroszkóp teljesen, mindegy, gimbal, te, mindegy. És azt a jelenséget használja fel, hogy az energia, a mozgási energia, ugye tudjátok, ez a Newton-féle, az egyenes vonalú, egyenletes pályán mozgó test mozgása változatlan mindaddig, amíg külső erőhatások eredője nem változik rajta, szóval de. Ezért engem nagyon megbuktattak volna egyébként mechanikán, de most ezt tegyük félre. Én nekem már ezzel nem kell foglalkoznom, nekem erről már papírom van, hála az égnek. De a lényeg az az, hogy ez a mozgás, ez vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, vagy a referencia függvényében, de most nem menjünk bele a relativitás elméletbe, áll a semmiben, tehát egyáltalán nem mozog, egészen addig a pontig, amíg ráható erők eredője egy null vektor. Tehát abban az esetben, amint valamilyen erőhatás éri, abban az esetben ez a mozgásalapot megváltozik, de különben nem. Na most a trükk az, amit általános iskolában jellemzően nem szoktak elmondani, hogy ez nem csak az előre-hátra, mondjuk így, mozgásra igaz, hanem a forgásra is. A forgásra is létezik egy ilyen törvény, na és ezekért működik ez a gyroszkóp tulajdonképpen, ami ezekben a cuccokban benne van. Van benne egy forgó tömeg, és mivel ez a forgó tömeg tartalmaz egy energiát, ennek a forgás állapotának a megváltoztatásához energiát kell belefektetni a rendszerbe. Vagy fordítva, hogyha ezt a forgást változtatom valamilyen módon, valamilyen befektetett energiával, most például villamos energiával, akkor ennek a rendszernek a szögét tudom változtatni. Így valahogy. Tehát most ritka retardáltan magyaráztam el nektek, de a lényeg, hogy ezekben forgó tömegek vannak, és ezeknek a manipulálását tudom villamos áram segítségével elvégezni, aminek hatására tudom változtatni a járművünk szög beállását, ami azért jó, mert így ilyen hatás-ellenhatás elvű hajtóműveket nem kell használnom, tehát nem tologatom el a térben a rakétámat. Tudjátok, hogy miért nem lettem egyébként tanár? Na ezért. Lényeg az önkritika. Egyébként 3 nap múlva fogjuk elérni ezt a nódot. Most 3 napig nem szeretnék pofázni nektek a semmiről. Ezért egy időgyorsítást fogok alkalmazni. És így, hogy ide értünk. Egyébként látjátok azt, hogy ó, te jó ég, árnyékban vagyunk. Eltakarja a napot, feltehetőleg a mínusz előlünk, így van, tehát a napelemünk nem működik, ennek megfelelően a villamos töltésünk az fogy is, ahogy illik. De szerencsére nagy baj nincsen, még mindig a nagy része megvan, most így, hát, egy laza 90 körüli 100%-ra tippelném, amennyink még megvan. Tehát nem veszélyes. Ráadásul, amint begyújtjuk a hajtóművet, de csak finoman gyújtom be a hajtóművet, sőt, az is lehet, hogy egyáltalán... Sziasztok, én ezt megoldom, nem hajtóművel megoldjuk, legalábbis megpróbálkozok vele. Az termelni fog nekünk valamennyi áramot. Ha meg végképp elcsesztük a dolgokat, akkor sincsen minden veszve, mert egyszerűen megvárjuk, amíg az árnyékból kiér. És a napelemek újra működni kezdenek. Kényelmetlen időt veszítünk vele, de még nem a világ vége. Kis korrekció. Jó. Nagyjából. Oké. Okay. Perfetto. Tutti bene. Ó, gyönyörű. Mit is akartam csinálni? Ó, a világon semmit nem akartam csinálni. Contract complete. Ezt így kell csinálni. Első próbálkozás, hölgyeim és uraim. KSP Pro. Ennyi, ezt tutoriálként fel fogom tölteni YouTube-ra, és összeszedek 40 ezer feliratkozót. Magyarországon mindenki az űrdinamikára kíváncsi, amihez egyébként én magam sem értek Isten igazából. Tehát mindenki azt várja, hogy majd én magyarázom el ezt a dolgot nekik, és akkor rengeteg pénzt fogok keresni. Jaj, de jó lesz. Óriási kár egyébként, hogy ebből az egész YouTube-ból nem tudok pénzt csinálni. Képzeljétek el, milyen jó lenne, nem? Tudnék ilyen OnlyFans accountot létrehozni, ki tudnám rakni a melleimet. Csináljuk már meg azt, hogy ideugrunk. Engem például rohadtul zavar, hogy egész egyszerűen nem látjuk, hogy mi történik. Tehát így, hogy adunk egy kis fényt a rendszernek, másik oldal.
Fél pillanatot kérek csupán a türelmetekből, mert fogok vánszorogni a Mimusz másik oldalára. Így már látjuk, hogy mi történik. Jó, és akkor egy ünnepélyes utolsó keretek között egész pontosan miért nincs electric charge-unk? Hozzatok egy kávét, én most lefekszem az ágyra egy kicsit. Te szihetetlen. Emlékeztek arra, amit a videó elején mondtam, hogy előfordul az, hogy a napelemet eltakarja valami, és akkor nem kap áramot a rendszerünk. Most én úgy vagyok vele, hogy azért ezt a napelemünket annyira nem takarja el. Abszolút minden, de a játék szerint ezt a napelemet jelen pillanatban az RA2-es relay antenn, tehát az átjátszó transmitter antennánk tulajdonképpen, ez a nagy lószar tányér itt, ez nagyon faszán kitakarja. Most az árnyékot tekintve szerintem ez rohadtul nincs így, de a játék szerint ez így van, és ennek megfelelően az electric charge-unk az teljes egészében elszállt, emiatt pedig no probe control, tehát nincsen rádió kapcsolatom a szondával. Kerbal Space Program. Kerbal Space Program. Ez egy fasság. Te tudod, hogy ez egy fasság. Én tudom, hogy ez egy fasság. A nézőim tisztában vannak azzal, hogy ez itt, ez egy fasság. Könyörgöm, adj nekem egy ki. Én mindössze, semmi értelme nem volt egyébként Kerbal Space Program. Megcsináltam a küldetést, kész. Tehát megkaptam érte a money-t. A big money, money. Mehetek striptease bárokba, érted? Tele vagyok lóvival, nézd. Semmi értelme nem volt most már így a végén megszivatni. Annyit akartam mindössze csinálni, hogy leválasztom a végső fokozatot a műholdról. És akkor ünnepélyesen befejezzük a küldetést, de nem, ki kellett velem baszni. Elfogadhatatlan. Mint ami, ez soha nem fogok tudni pénzt keresni YouTube-on, látjátok? Pedig minden ambícióm az volt, higgyétek el nekem. Úgy álltam neki ennek az egésznek, emlékszem, hogy na majd jövök és megmutatom, kirakom a melleimet, és tökéletes lesz. Mondjuk ilyen VTuber még lehetek. Úgy tudom, hogy az is egy jelenség. Tehát még egy ilyen anime kis csaj itt a bal alsó sarokban. Úgy még megjelenhetek szerintem. Abban még látok perspektívát. Létrehozok egy Patreon oldalt, hogy ilyesmi. Viccet félretéve, a legtöbb, amiben spekuláltam egyébként, az maximum az, hogyha valaha is eljutok egy olyan szintre. Egyébként nem biztos, hogy szeretnék eljutni egy szintre, mert nagyon otthonosan érzem magamat ezen a csatornán, meg a komment szekcióban, és nem biztos, hogy szeretném én azt egyáltalán, hogy mondjuk 200 komment érkezzen egy videóra, és abból 100 hülyeség, értitek? Tehát nem, őszintén, hobbi szeretem ezt csinálni, nem ambicionálok, tehát semmi olyasmit, ami ezt eldobná egy magasabb irányba. De ha valaha is eljutottam volna oda, akkor maximum azt tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk egy stream keretein belül valamilyen gyorsan akartam mondani, jótékonysági dolgot csinálhattunk volna. De nem, soha nem láttam ennek igazából realitását. Oké, milyen küldetéseink lehetnének? Még ugye építhetnénk egy űrállomást, azzal azért utána ne szórakozunk. Explore EUI, ezt elvileg meg tudnám nektek mutatni. Szerintem időm tulajdonképpen még akad. Ha ti nagyon ráértek, akkor az szintén remek. RH is available. Oké. Okay. És ezzel meg már nem fogunk szórakozni. Tehát amit még meg tudnék nektek mutatni, az, hogy elvileg leszálltam valahol a Dunára is. Tulajdonképpen a Mars, ugye? A rover, sőt, egy rovert is lepakoltam rá. Tehát ez a Kerbal Space Programban a tulajdonképpeni Mars. És nem tudom, hogy fejre voltam-e állva a roverrel. Lehetséges. Tőlem kitelik sajnos, ahogy ezt a mellékelt ábra is mutatta. Tehát, hölgyeim és uraim, köszöntelek benneteket a Marson, ez a kis nyomoronc eszköz a roverünk. És van rádió kapcsolatom? Van, de valamiért nem tudok előre haladni vele. Ja persze, mert lehet, hogy Z, nem Z. Valamiért a játék szerint nem tudok előre haladni. Ember meg nem mondja, hogy miért. Nem számít. Jó, minden. A lényeg, hogy van itt egy rover. Full probe control, tehát akár még ez sem játszhat bele. Lehetséges egyébként azért, mert a kéziféket behúzva felejtettem.
Visszajöttem. Az egyetlen mentségem egyébként, hogy a Kerbal Space programban az ilyen jellegű hibák az mondhatjuk, hogy tradíció. Tehát nem arról van szó, hogy teljesen inkompetens balfaszként állnék hozzá az űrkutatási programomhoz, ahol perceken keresztül kutatom, hogy miért nem indulhatok előre a roveremmel, amikor technikailag úgy tűnik, hogy minden rendben van, aztán a legvégén rájöjjek, hogy a hiba az mindössze az volt, hogy a kézifék gyakorlatilag be volt húzva. Szóval itt vagyunk a Marson, és igazából az egyetlen olyan másik bolygó, amivel még úgy nagyjából behatóbban foglalkoztam, egy-két holdtól eltekintve. Persze a holdon is azt hiszem, hogy vannak dolgaim, de tulajdonképpen a legvégső határ, ameddig eljutottam, az gyakorlatilag az IWI. Itt is elvileg kettő cuccomnak kéne lennie, de szerintem az egyiket nem definiáltam át leszálló egységnek, hanem az még a próba listán szerepel. Szóval itt van az egyik. Az IWI az azt hiszem, hogy tulajdonképpen a Vénusz megfelelője a Kerbal Space programban. Itt is van egy kicsit nagyobb teljesítményű antennánk. Nem tudom, hogy ez túllövése, de hey, ártani nem árt elvileg, hogyha ennyi pénzt elköltünk arra, hogy elvigyük egészen az IWI-ig. Akkor nem probléma, ha van egy kis redundancia a rendszerben. Szóval óriási látnivalók azért itt annyira nem szerepelnek, de hely, ezt is megmutattam nektek, hogy ilyen is van, és nagyjából itt tartok jelenleg a KSP-vel. Szóval erről ennyit. És ezt a videót egyébként pusztán azért készítettem, hogy elmondjam nektek, hogy nem igazán tudok videókat készíteni. Ha mégis tudnék, akkor valami hasonlóra számíthatok tőlem, azt hiszem, a jövőben, és még egyszer elnézéseket kérem, tisztában vagyok azzal, hogy úgy nagyjából nézhetetlenség határát súrolja, amikor valaki így áll a YouTube csatornájához, hogy vagy van anyag, vagy nem. Most nekem is van itt egy faszi, egyébként azt hiszem, hogy amerikai, aki majdnem egy év kihagyás után kezdett el megint videókat feltölteni, és hosszú ide, és egyébként én kimondottan kedvelem a tartalmait, viszont egész egyszerűen, miután nem töltött fel videókat, kiesett a fejemből, hogy nekiállt újra csinálni dolgokat, és még amikor már rájöttem arra, hogy újra aktív, utána is jó időbe telt, amíg újra felvettem a fonalat. Egész egyszerűen nem volt a fejemben, hogy újra köztünk van. Tehát el tudom képzelni, hogy mennyire reménytelen így bármilyen tartalmat is követni. Ha mégis velem tartanátok a következő időkben, ami nyilvánvalóan, hát most ez egy szarvilágot élünk, ezt meg kell hagyni, tehát nem ez a világ legnagyobb problémája, hogy nekem itt nincsenek videóim, mert félreértés ne essék, nem erre akarok kiukadni, hanem mindössze arra, hogy akit ez a kérdés érdekelt, azt úgy nagyjából képbe helyeztem, úgy véltem, hogy úgy voltam vele, hogy tartozom legalább ennyivel nektek. És aki ennek ellenére is itt marad, és néha sikerül elkapnia valamit a csatornán, azt nagyon szívesen látom, mint eddig is, és a jövőben is. És remélem, hogy közösen előbb-utóbb nem tudom, hogy hónapok kérdése, évek kérdése, de el fogunk jutni egy, hát ha nem is a Kánaán, de egy szebb, jobb és tartalommal bővebb jövő felé. Egyébként addig is úgy nagyjából az FB-n elérhető vagyok, majd igyekszem ott is csinálni valamit, ha máshol, nem? És vigyázzatok magatokra tényleg, remélem, hogy találkozni fogunk legközelebb is. Sziasztok és minden jót!